Ma az erdő tüzelt lábú állatairól fogunk beszélni, először az általános tulajdonságaikról, majd pedig kiemelünk közülük kettőt, a nagy szarvas bogarat és az erdei vörös hangyát. Nézzük először, hogy milyen fő jellemzői vannak az ízelt lábúaknak. Először is a név eredetét vizsgáljuk meg. Miért ízelt lábúaknak nevezzük ezeket az állatokat? Ahogy a képen is láthatod, nagyon különleges lábuk van ezeknek az állatoknak, ugyanis a lábuk egymáshoz képest mozgatható kis darabokból, azaz ízekből áll. Innen ered az elnevezésük, hogy ízelt lábúak. Két nagy csoportra osztjuk az ízelt lábúakat, rovarokra és bogarak. Van egy nagyon jó mondás, ami érdemes megjegyezni, mégpedig azt, hogy minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár. Azaz, minden bogár a rovarok közé tartozik, viszont nem minden rovar bogár. Azaz, a bogarak egy kisebb csoport a rovarokon belül. Nézzük akkor, hogy milyen testrészei, testtájai vannak az ízelt lábúaknak. Három fő testtájuk van, a fej, a torr és a poll. A fej, ilyen több olyan érzékszervük is van, ami nagyon fontos. Itt helyezkednek el például a csápok, ezeket szaglásra és tapintásra használják. Itt helyezkedik el a különleges szemük, amik, ahogy a képen is láthatod, nem hagyományos szemek, hanem összetett szemek, sok-sok-sok pici kis egységből áll össze, és ezért nevezzük összetett szemnek, valamint szintén a fejen helyezkedik el a szemük. A középső részükön, a toron, a torhoz kapcsolódik az három pár ízelt lábuk, általában ugye három pár van nekik, valamint a szárnyuk, amennyiben van nekik, ez pedig, ha van, akkor általában két pár szárnyat jelent. Legvégül pedig a leghátsó testtájukon, a potrohon vannak a légzőnyílások, amivel segítségével ugye lélegeznek, valamint ez tartalmazza a potrok a belső szerveknek a többség. Minden ízelt lábúnak a testét egy rugalmas kitimpáncél borítja. Ez nem nő együtt az állattal, hanem ennek egy fix mérete van, így amikor úgymond kinövi az állat ezt, akkor a növekvő lárva időnként kibújik belőle, levedli, ahogy a képen is látod, tehát kifejlődik egy új kitimpáncél, és a régiből, amit kinőtt, azt ott hagyja, kibújik belőle, ezt nevezzük vedlésnek. Az ízelt lábúak petlikkel, valamint átalakulással fejlődnek, ami azt jelenti, hogy a petéből először lárva lesz, a lárva bebábozódik, és a bebábozódás után fejlődik ki a kifejlett felnőtt rovar. Nos, az általános ismeretek után nézzünk konkrét ízelt lábúakat is. Először a szarvasbogár. Ahogy a nevében is benne van, a szarvasbogár az ízelt lábúak között a bogarak csoportjába tartozik. Völgyerdőkben él ez a bogár. Van szárnyuk, ahogy a képen is látod, mégpedig két pár is van. Az első pár az egy kemény fedőszárny, ez van ugye általában fölül, amit mi ugye látunk, ez egy kemény fedőszárny, alul pedig, ahogy a képen is nagyon jól látod, egy hátsó, hártyás, vékony szárny található. Testük barnás-fekete, a rágói és a fedőszárnya pedig vöröses-barna szín. Itt láthatsz egy hím és egy nőstény szarvasbogarat. Az első a hím, a második a nőstény. Itt már láthatod azt, hogy a hím és a nőstény külseje nagyon eltér egymástól. A hímeknek a rágója hatalmas szarvá fejlődött ki. A nőstényeknek is megvan ez a rágója, viszont, hogy a második képen is látod,
sokkal kisebb. Maga a bogár is kisebb, a nőstény bogár, a rágója is sokkal kisebb, sőt, még a színei is sokkal sötétebbek, tehát nincs benne jelen annyira ez a vöröses-barna szín, mint ami a hím bogár. Ahogy már mondtam az elején, az általános tulajdonságoknál az ízelt lábúaknak a fejlődése teljes átalakulással történik, így a szarvasbogár is. Petéből lesz egy lárva, a lárvából lesz báb, a bebábozódás után pedig a kifejlett rovar. A szarvasbogarak fejlődése extra hosszú ideig tart, akár 5 év. A lárvák ugyanis több évig is elélnek az erdőben kidőlt korhadt fák belsejében, és közben a fák, vagy a fa elkorhadt belsejével táplálkoznak. Tehát az történik, hogy a szarvasbogár nőstény lerakja a petéit, abból kikelnek a lárvák, ezek ugye a fa belsejét rágják évekig, amikor jó nagyra meghíznak, megnőnek, akkor bebábozódnak, akár több hónapig, évig is tart ez a bebábozódási folyamat, és ez után alakul majd ki belőle a kifejlett bogár. A kifejlett bogarak amúgy nem fák belsejét eszik, mint a lárváik, hanem növényi nedvekkel táplálkoznak, ezeket nyalogatják. A szarvasbogár tud repülni, ahogy ugye láttuk is az előző diákon, hogy van szárnya, mégpedig egy kemény fedőszárny és egy vékony hártyás szárny, viszont nehézkesen és rövid távra tud csak repülni. Ez például ott is megmutatkozik, hogy a földről nem tud egy szarvasbogár felrepülni, ha el akar indulni repülni, akkor mindig föl kell másznom egy magaslatra, egy pára, egy gajra, egy bokorra, és onnan tud neki lendülni, és hatalmas zúgás kíséretében repülni, de maximum 1 kilométer, amit meg tud tenni, és az már nagyon sokat mondok, tehát általában csak ilyen pár száz méteres repülések, többet nem képes, hiszen elég nagy testet kell, hogy elbírjon, kellene, hogy elbírjon a szárnyat. Jellemző még a szarvasbogarakra, hogy a hímek, ahogy a képen is látod, megharcolnak a nőstényekért. Ugye ilyenkor akár csak mondjuk a gémszarvasok a rágóik összeakasztásával próbálják meg az ellenfelüket elüldözni, elijeszteni, vagy akár megragadni vele és ledobni mondjuk a bokorról, fáról, hogy ők nyeljék el a nőstényt, az adott nőstény kegyeit. A szarvasbogár védett állat Magyarországon, egyre kevesebb belőle, nagyon megfogyatkozott a számuk, ennek pedig több oka is van. Például az, hogy kivágták az erdőket, ahol éltek, a tölgyerdőket, megritkultak ugye ezek az erdők, a fák, vagy ha ki is vágtak ilyen fákat, vagy kidőltek fák, nem hagyták ott az erdőben, hanem elvitték onnan őket, így nem tudták hova biztonságosan elrejteni a petéket, azt más állatok, madarak felfalták, és így nem lettek ugye utódaik, de fogyasztja őket, a számukat nagyon, a különböző vegyszerek. Nem őket akarják a vegyszerekkel pusztítani, hanem más rovarokat, kártékony rovarokat, viszont sajnos ez rájuk ugyanúgy hatással van, és elpusztulnak, valamint a gyűjtés is nagyon sok állatot, nagyon sok állat elpusztul miatta, hiszen vannak ugye rovargyűjtők, akiknek nyilván annál nagyobb dicsőség, minél nagyobb szarvasbogarat tudnak gyűjteni, és így bizony vadásznak szinte rájuk, és ez is nagyon megcsappantotta a számukat, szóval vigyáznunk kell rájuk. A következő ízelt lábú, amiről beszélünk, ezek az erdei vörös hangyák. Hangyák a rovarok közé tartoznak. Ugye azok a jellegzetességek, amiket megbeszéltünk, ízelt láb, fejtor, potrok, ezek mind megvannak ugye a hangyánál is. Az egyik leghasznosabb a hangyák közül az erdei hangya. A hangyák minden esetben közösségben élnek, közösséget alkotnak, és egy rovar államban élnek. Ezek a rovar államok a
hangyabolyók. Itt a képen is látsz egy jó nagy méretű, méteresnél is nagyobb hangyabolyt. Ezen a hangyabolyón belül élnek a hangyaállam tagjai. Háromféle tagja van, háromféle egyed van egy hangyatársadalomban. A királynő, a hímek és a dolgozó. Azt tudni kell, hogy egy hangya államban akár több ezer vagy több tízezer hangya is élhet. Királynőből van mindig a legkevesebb, attól függően mekkora a hangyaboly, abból csak pár tíz, száz darab. A hímekből, herékből van mindig több, de a legtöbb, több ezer, több tízezer darab, az mindig a dolgozókból van. A királynőnek, aki a méretével is azért kiemelkedik a többi közül, és akiből ugye a legkevesebb van, egyetlen egy feladata van, gyakorlatilag a petéknek a lerakása, hogy gondoskodjon a gondolásról. A heréknek a feladata, akik még mindig kicsit nagyobb méretűek, és nincs olyan sok belőlük, sokkal kevesebb van, mint mondjuk dolgozóból, nekik a feladatuk az, hogy a petéket, a királynő által lerakott petéket folyamatosan megtermékenyít. És vannak a dolgozók, akiből rengeteg van, több ezer, tízezer a hangyaboly méretétől függően, az ő feladatuk pedig a királynő és a herék, valamint a lárvák táplálása, tehát hogy folyamatosan hordják a táplálékot, valamint a hangyaboly felépítése és folyamatos karbantartása. Sőt, ha valami veszély történik, vagy a hangyabolyjal valami történik, akkor a dolgozók feladata az is, hogy a bábokat, hangyatojásokat kimenekítsék, és biztosítsák. A hangyák mindenevők, az erdei vörös hangyák is, általában magokat, szerves hulladékokat, más rovarok petéit, lárváit fogyasztják, tehát teljesen vegyes táplálkozásúak, növényi és állati táplálékokat egyaránt fogyasztanak, mégpedig ebben nagy segítségükre van a képen is látható rágó szájszerv, aminek segítségével tudják megragadni és feldarabolni a táplálékukat.